Öveket kéretik becsatolni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Naomi Starlight második részében. És most, ha minden igaz, akkor belevágjuk magunkat a lecsó közepébe, amint betölt a játék. Remélem, hogy ő is úgy akarja. Nem tudtam, hogy egyből azzal fog-e indítani a Pixel Paci, hogy bevágja nekem az intrót, már hogyha egyáltalán van. Mert megmondom őszintén, fogalmam sincs. Most kezd történni itt valami, és remélem, hogy valami olyasmi történik, amit eddigi 12 évem alatt még nem láttam a Pixel Paciban. Aha, valami bevezető van. Ó! Szóval itt érkezünk. Na hát, ez sem így nézett ki, amikor én kezdtem, de mennyivel jobban néz ki. Jorvik, aha, tehát szóval itt szállok ki. Üdvözlünk Jorvik szigetén. Aha. Szóval ez a bevezető. Haha, nekem megvan mind a két arab terivér, bibi. A legváltozatosabb lófajták otthonában. Ó! Ott volt a Petra. Fedezd fel titkait, mitológiáját és mágiáját. Ó! Hát ez nagyon érdekes. Ó, itt van Idris, megérkezett Idris. Üdvözlünk Jorvik szigetén, legváltozott, jó van. Kóborolj lenyűgöző tájakon. Azt mondjuk kifelejtették a történetből, hogy ez már körülbelül 10 éve ugyanígy néz ki, szóval most már nem ártana javítani. Szerez barátokat és talán ellenségeket is. Ja, gondolom Sabine is itt lesz. Hát, hogyha valakit itt ellenségnek beraknak, az tudja, hogy Sabine lesz. Vegyél részt a hétköznapi életben és legendás kalandokban. Ó, ott van Liza és Starshine-on lovagol. Na, milyen érdekességekkel találom itt még szemben magam. Készen állsz? A kalandod most kezdődik. Ó, hát igen, én nagyon készen állok. Szóval így kezdődik. Így kezdődik az egész. Szia Naomi, üdv a Jorviki lovastáborban. A nevem Maja, én vagyok a táborvezető és a vezető oktató. Ma ketten fogtok kezdeni nálunk, hadd mutassalak be titeket egymásnak. Naomi most érkezett Jorvikra. Liza már régebben ide költözött, de sokat utazott az utóbbi időben. Azért tök jó egyébként, hogy nekünk feladattal kellett megszenvednünk azért, hogy találkozzunk ezekkel a szerencsétlenekkel, és akkor most ide dobják egyből Lizát az arcunkba. És amúgy különben is, mit keres itt Liza? Hát nem úgy kell majd megkeresnünk? Tehát tök értelmetlen. Na mindegy, nem azért kezdtem el ezt a sorozatot, hogy háborogjak, mint a tenger, de tényleg. Szia Naomi, örülök a találkozásnak. Ez az elbűvölő fickó Starshine, alovan. Kicsi koromban, nos, volt egy sokkoló élményem, de most, hogy itt van nekem Starshine, szeretném visszanyerni az önbizalmamat, ezért újra veszek néhány lovaglóórát. Naomi, te ezt a lovat fogod megülni. Ő egy Jorvik melegvérű, amelyet egy nagy lelkű támogató a mi istálunkban helyezett el, amíg nem találunk otthont számára, de egyelőre senkivel nem kötött barátságot. Mi nem szívesen kényszerítünk össze egy lovat egy emberrel, ha nincs köztük erős kötelék. Így igaz, amikor Jorvikra költöztem, mindenki azt mondta nekem, hogy az ember és ló közötti kötelék itt erősebb, mint bárhol a világon, és most már én is így hiszem. A legtöbb helybéli szerint Jorvik különleges kapcsolata a lovakkal éden ajándékának köszönhető. Ez vagy egy jorviki mítosz, vagy maga a nagybetűs igazság, attól függően kit kérdezel. Ez a ló ma nagyon izgatottan viselkedik. Oda mehetsz hozzá, Naomi. Talán te épp a megfelelő módon fogsz hozzáérni, hogy lenyugodjon. Miért ideges? Na, nyom meg ezeket a bínát. Jó, köszönöm. Köszönöm. Oda sétálok. A jobb egérgombot nyomva tartva húzd az egeret, hogy körülnéz. Jó. Körülnéztem. És most? Hát hello! Nem is néz ki ez a ló olyan rosszul. Na jó, van egész jót raktam össze. Jól néz ki? Mondjátok, hogy igen! Ó, de gyönyörű! Starshine, ez pont olyan, mint a mi kettőnk találkozása. Gratulálok, Naomi. Úgy látom, életre szóló barátot szereztél. Az első tennivalót, hogy felülsz a lovadra. Oké. Okay. Jó. Köszönöm. Már megtanultam. Fú, az szokjatok hozzá már most az elején, mert nekem is hozzá kell szoknom, hogy rohadt lassú lesz, olyan leszek, mint a lajhár. Megint meg kell szoknom, hogy én kis lassuka vagyok. Semmi kétség, ti ketten összetartoztok. Mi lesz az új társad neve?
Szerintem legyen Starlight. Neked tetszik? Hát neki persze, hogy tetszik, hát én adtam neki. Tökéletes, te és Starlight barátod, számtalan csodás kaland előtt álltok, Naomi. Na, látjátok, pont erről beszéltem, ezért kell úgy megválogatni a karakteretek nevét, hogy az könnyű legyen kimondani. Erre kellett odafigyelnem, amikor nevet választottunk Naomi-nak, mert ez erre oda kell figyelni. No, remek. Látom, jól ülsz a nyerekben. Lovagoltál már valaha? Igen. Nagyszerű, hozzá fogunk alkalmazkodni, hogy a saját tempódban teljesíthesd az órákat. Most pedig vigyük el egy körre Starlight barátodat. Ha a megérzésem nem csalt, te olyan teljes galopban száguldozó fene gyerek vagy. De mielőtt futni kezdesz, meg kell tanulnod járni, nem igaz? Vegyük végig Starlight jármódjait. Ah! Gyere, vágjunk bele együtt! Na, azért azt tisztázzuk, hogy még mindig nem értek egyet azzal. Ó! Fordulás a lovaddal. Jó. Oké. Az nem tudom mi volt. Nem tudom mi volt odaírva. Tehát, hogy azt amúgy még mindig nem értem, hogy Liza mit keres itt, amikor őt meg kell majd keresnünk. Mi, amikor én csináltam Starshine-t, még nem is ismertük, azt se tudtuk, hogy ki az, csak egy idióta ló járkált a Greendale erdőben. De tényleg. Ez kicsit nekem olyan illúzió romboló, de remélem, hogy ez a későbbiekben majd rendeződik. Nagyszerű, mindennek, ami mozog, tudnia kell megállni. Lovagolj ide, és állj meg olyan hirtelen, ahogy csak tudsz. Gondolom, most az X-et akarja megmutatni. Oké. Okay. Te meg Starlight remekül dolgoztok együtt. Hát tudom. Most próbáljunk ki valami izgalmasabbat. Először is szeretném, ha felvennéd azt a rudatot. Aztán rakd fel az általam előkészített akadályra. Tehát itt tanulunk meg ugratni. Ez most komoly? Már rögtön így az elején? Jó. Oké. Nagyszerű, biztos sejted, mi következik most. Most át fogod ugrani az akadályt, amelyet olyan szépen felépítettél. Liza, kérlek, menj előre. Naomi, kövesd Lizát. Jó van. Igen? Hú, de szupi! Hú! Most már csak azt... Jaj. Egy kicsit kezdem bánni, hogy... Hogy ebbe belevágtam. Nagyszerű! Ezzel a mai oktatásnak vége. Most már nyugodt szívvel kimerlek engedni a kifutóból. Küldetés elérhető. A sárga felkiáltójel azt jelzi, hogy ez az illető akar valamit. Kattints rá az emberre, hogy megkezdhessd a küldetést. Az elbillentyűt is megnyomhatod, amikor az ember közelében áll. Aha. Jó. Nagyon szeretném, ha megismerkednél Alex barátnőnkkel. Az az érzésem, jó haverok lesztek. De Alex is mit keres itt? Most ez... Ismerkedj meg Alex Cloudmill-lel. Jó. Az biztos, imádni fogod. Úgy meg tud nevettetni, hogy rám jön a csuklás. Nekem most el kell pakolnom néhány dolgot. Ti csak menjetek, keressétek meg, én majd később csatlakozom. Veled tartok, menj előre. Aha. Drámaian kinyílik a kapu. Kaptam egy barát meghívót. Anna McGlass. Hát, visszaigazoljuk. Ha a küldetésed arra kér, hogy keress meg egy személyt vagy tárgyat, a célpontot egy kör jelöli majd a minitérképen. Jó, oké, köszönöm. Ha más nem, ez biztos eddig megtanultam. Na. Egyébként csak mondom, hogy a DR szervelem vagyok, de ez a karakter teljes mértékben ugrálás kész, és ott is van Alex. Szóval majd visszatérünk erre a szerverváltásos témára, jó? Megígérem. Na lássuk! Ne integessé! Puksi! Aha, szóval szürke Alex szeme. Értem, oké. Okay. Az az okni, az... Király. Egyébként nem néz ki rosszul, tehát így összeállításilag közelebb van hozzám ez a stílus, mint mondjuk Sabine, nyilván. Küldetés feltételek teljesítve. A zöld felkiáltójel azt jelzi, hogy mindent megtettél, amik... Jó. Szia, biztos te vagy az új jövevény Jorvikon. Én Alex vagyok. XP sáv. Ó, ja, hogy közben ez is. Ja, igen, azt látom, hogy alapból kettes szintű lóval kezdünk. Vagy csak kapok éppen annyi XP-t, hogy... Örülök, hogy megismertelek, Naomi. Rég láttalak, Liza.
Kövess Lizát és Alexet az istállóhoz. Most jövök Morlandből, itt van a közelben, a híd túlsó végénél. Biztosan lesz majd időt kedvedre felfedezni, amikor már berendezkedtél, Naomi. Mit szólnátok egy kis sétalovagláshoz a tábor körül, mielőtt az istálló felé vennénk az irányt? Mit ért a sétalovaglás alatt? Csodásan hangzik. Na, mit ért a sétalovaglás alatt? Ó, igaz is, még meg kell tanítanunk neked a lovas szlenget. A sétalovaglás a féle örömteli, könnyed lovas edzés. Ó, értem. Nyomd meg az elküldetés napló megnyitásához, ahol az összes folyamatban lévő és elérhető küldetésed listáját láthatod. Aha, ott folyamatban irány az istálló. Aha. Tehát gyakorlatilag most kezdtem a játékot, de Scott feladata az már is itt a szembe jön velem. Egészen otthonosak ezek a faházak a táborban. Oké. Mehetünk? Alex mérül. A ködös liget nagyon hangulatos hely. Nappal. Erdőnek nem nagy, de éjszaka elég hátborzongató. Igen? Na, ötletet adtál. Lovagolj, Alex, és... Jó van. Megyek már. Ott van Meteor. De most akkor... Láttad már az üzletet? Még biztos nem volt időd megnézni. Semmiképpen ne hagyd ki. Örülök neki, de mit keres itt Meteor? Megint csak, és Linda is itt van. Na jó van, hát az egész nyomorult világ itt van. Itt is vagyunk az istálónál. Ideje, hogy Starshine és Starlight pihenjen egy kicsit. Megígértem apának, hogy felhívom. Megitatnád helyettem Starshine-t, Alex? Persze. Kattints ide, hogy leszállj a lovadról. Jó. Nézd, milyen szomja Starlight és Starshine. Jobb, ha már is neki látunk. Csak fogd ezt a vödröt, törzsd meg a kútnál, aztán ösd a vizet az itatóba. Jó. Jézusom. Egyébként most jött el az a pillanat, hogy egyáltalán nem bánom, hogy annó újra kezdtem ezt a játékot, és az új kezdet sorozatomat erre rendeztem be, mert most megint látom, hogy mekkora különbség van a között és e között. De tényleg, mondjuk azt sem tudtam, hogy iszik. Hát ez nagyon jó. Az istállóban mindig van tennivaló. Ez most elég könnyű feladat, már mintha a vödör nem lyukas. Á, Linda, a frászt hozod rám, hogy ilyen mozdulatlanul üldögész itt. Máskor ne szezz egy kicsit, amikor csendben olvasol, jó? Hát igen, én is így meglepődtem Lindán egyébként. Rácsorgott a nyála, azért néz így ki a könyv amúgy. De basszus! De mi ez már? Hát én sokkot kaptam, srácok. Én sokkot kaptam. Most komolyan az összes sztár, ez léleklovas itt. Na, húzd ki a fejedet abból a könyvből, és ismerkedj meg Naomi barátnőnkkel. Szia, már találkoztunk. Tényleg? Mikor találkoztatok? Réges régen. Az lehetetlen. Naomi csak most érkezett Jorvikra a lovas táborba. Ó, ez fura. Biztos csak egy kis déjà vu. Örülök, hogy megismertelek. Valójában jó, hogy lerakadtad velem a könyvet, mert Maja megkért, hogy segítsek neki a ma esti tábor tüzelőkészítésében. Édes Istenem. De micsoda spoiler már itt a legelején. Amúgy. Ez mondjuk jó. Ez mondjuk jó. A feladatok soha nem fogynak el. Low XP-sával. Lovat tapasztalat pontokat kap, amikor napi versenyeken veszel részt. Elvégzed a napi lóápolást, vagy olyan küldetéseket teljesítesz, amelyek a lovat képességeit teszik próbára. Jó. Oké. Okay. Naomi, nekünk még be kell fejeznünk néhány feladatot. Ha beszállunk pár shillinggel, megvennéd az ennivalót a grillezéshez? Hát persze, vásárolj be. Az élelmiszerárus itt van a közelben. Választhatsz bármit, amit akarsz. Hát én nekem a kolbász kell. Hát 6 személyre vásárolj. Természetesen ott lesz Maja, az oktató, akivel reggel találkoztál, és N barátnőnk is jön. Azt a rohadt! Most, hogyha nem fogadtam volna meg, hogy nem káromkodom. Itt láthatod mindazt, ami dödödödödö. Ó, van májva cukor. Csirkecomb. Májva cukrot akarok. Májva cukor. Amúgy már nem azért, de miért nem kapok pénzt a feladatokért? Ha már elvégzem. Májva cukor vacsorára. Érdekes választás, de egyáltalán nem rossz.
Igazi lakomát csapunk ma este. Köszi, hogy bevásároltál. Ha problémáid vannak a májba cukorral, akkor vagy mondd meg pontosan, hogy mi a szaromat akarsz, vagy pedig ne húzd a szád, vagy menj el te magad! Nyugodtan néz körül egy kicsit errefelé, Naomi. Te meg Starlight biztos szeretnétek egy kicsit kettesben lenni. Ha készen állsz a vacsorára, a tábortűznél megtalálsz minket. Jó. Szabad idő. Hát, srácok, én szerintem nem húzom az időt, egyből oda megyek. Remélhetőleg még a mai nap folyamán oda is érek, de hogy érdekes legyen a sztori, átrakjuk esti üzemmódba. Na, mert ugye régen ilyen se volt, hogy ezt is lehetett váltogatni, de ez egy másik videó téma, ami azt illeti. Naomi, épp jókor jössz, gyere, ülj le közénk. Jó. De most miért váltottál át? Direkt éjszakát akarok. Valaki hiányzik innen. Ó, nézzétek, csak itt jön en. Most már teljes a létszám. De ha Concorddal jön. Hát ezt nem hiszem el. Ilyen nem létezik. És Concorddal besétál. Hát ilyen nincs. Ilyen nincs. Abban az esetben, srácok, kiegyezek ezzel. Abban az esetben egyezek ki ezzel, hogyha utána a történetet is úgy rakják össze menet közbe, hogy megismertük őket, de valamilyen szörnyűség folytán eltűnnek menet közben. Szia, M vagyok, ő pedig Concord. Vendégoktatóként vagyok itt ma. Az óraadás segíti megőrizni a versenyformánkat. Jövő héten egy nagy verseny lesz. Hogy érzed magad, Naomi? Fáradt vagyok és boldog, alig várom a következő órámat. Hát alig várom. Holnap reggel, amikor majd izomlázzal ébredsz, emlékeztetlek erre. Liza, énekelsz nekünk egy dalt, mielőtt elmegyünk aludni? Hát azt lehet, hogy nem fogom hallani. Persze. Örülök, mert amúgy ki vannak kapcsolva a játék hangjai, csak úgy szeretném. szeretném megjegyezni. Amúgy. Szóval ebből sajnálom, de most nem fogtok hallani semmit. Na mindegy, azt azért leszögezhetjük, hogy ez rohadtul nem így nézett ki. És nekem ez egy szívfájdalom eddig, hogy miért kell már rögtön az elején a léleklovasóba beleugrani, amikor Starshine valahol önkívületi állapotban bolyong a Green Dale erdőben és Lizát keresi. Meteor a Golden Leaf erdőben maszkerál és azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány. Tinkent meg majd hajón fogják hozni. Most akkor ez hogy van? Mamma mia! Na mindegy, egyébként nem fogok haragudni, hogyha úgy alakítják a történeteket, hogy valahogy ezt az elejei dolgot, ezt így belevezetik majd a dolgokba. Tehát, hogy akkor tudod, Ann, akivel már találkoztál, vagy Ann barátnőnk eltűnt, vagy Liza Kámforrá vált, vagy nem tudom, tehát ilyenek. No, én elteszem magam holnapra. Gyere, Naomi, elkísérlek a faházathoz. El tudjátok képzelni, micsoda faház ez, akkor beleköltöznek a lódarazsak, fészket raknak bele, és akkor így éjszaka igazából altatódalként ezt hallgatjátok, csak így bzzz. Na, leszállok, lehet, hogy be kell menni. Na lássuk, itt is vagyunk, egyébként jó hajat választottam, ezt hadd jegyezzem már meg. Remekül haladtál ma, Naomi. Mindannyian örülünk, hogy itt vagy. Szép álmokat. Itt az idő a pihenésre. Vagy nem? Ó! Hát ki ez?